A Molnár családi borászat látta vendégül a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend tagjait legutóbbi közgyűléssel egybekötött találkozójukon. Több elnökségi ülésen is felmerülő kérdés volt, milyen irányba kíván a borrend elindulni a jövőben. Továbbra is a jelenlegi állapotot fenntartva vagy baráti társaság alkalmankénti összejöveteleként tekintenek a borrendre, vagy a bort középpontba helyezve szakmai tartalommal szeretnék megtölteni az összejöveteleket, esetlegesen iránymutatást adni a borral ismerkedő fiatalságnak. Ez utóbbi kiemelten fontos kérdés. A fiatalabb közönséget egyre nehezebben éri el a kultúrát, borfogyasztás, miközben láthatjuk, hogy például a sör ismét felívelőben van az ilyen kézműves söröknek köszönhetően. Molnár Zsolt állította össze azt a vitaindító szakmai programvázlatot, amelyről a mostani gyűlésen is szó volt. Az biztos, hogy hasznos lenne folytatni a borrenden belüli szakmai programokat, bővíteni a lovagok borral kapcsolatos ismereteit, például folytatni a beteg és hibás borok kóstolásával már elindult sorozatot, akár kevésbé ismert borok vagy módszerek megismerésével hangzott el a találkozón. És továbbra is fontos a ceglédi és Cegléd környéki borok népszerűsítése. Fölvetődött az is, hogy olyan várossal keresni a kapcsolatot, ahol szintén a borrend meg tudna jelenni egy pavilonban, és a Cegléd és vidéki borokat bemutatni, és azokat ugye népszerűsíteni, hiszen ez az alapvető feladatunk, vagy ez lenne az egyik fő feladatunk. A közgyűlésnek tehát most a Molnár családi borászat adott otthont. Egy új hagyományt is szeretnénk teremteni. A borászok önfeláldozó munkáját megköszönendő egy Szent Andrea napbort hoztam neked. Nagyon szépen köszönöm. Illetve a ház asszonyának pedig egy különleges csokoládét, ezt nem is illik becsomagolni. A közgyűlés egyébként alapszabályt is módosított, frissítésre volt szükség néhány pontban, és a következő időszak programjairól, teendőiről is egyeztettek a borlovagok.